but now I do see her. But is it okay if I pray for you? Okay. Father, we just we want to invite you here into our hearts this morning. Atyák, szeretnénk meghívni téged ma reggel, hogy itt legyél velünk és találkozz velünk a szívünkben. We're excited, we're ready. Izgatottak vagyunk és készen állunk. Lord, speak to us, Father. Kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk. I pray that you'd strengthen Pam and that you would anoint your word for us this morning. Azért imádkozom, hogy erősítsd meg Pamet és a te igéden legyen a tekeneted ma reggel. In your name I ask. A te nevedben. Amen. Amen. Wow, I hadn't looked this way. There's a lot of you out there. Jó sokan vagyunk. What a blessing. Micsoda áldás is ez. Now, last night, Joy kind of divided us into two groups of people. I don't know if she realizes she did that or not. Az elmúlt este Joy két részre osztotta a csapatot, nem tudom, neki feltűnt-e. She divided us into people who recognize the fact that we lack wisdom. Ugye beszélt azokról arról a csoportról, akik felismerik, hogy hiány vannak a bölcsességnek. And those of us who kind of already have wisdom. És azokról is beszélt, akiknek már van bölcsessége. Well, I'm not going to ask you to raise your hands like she did for the other stuff. Nem kérlek meg benneteket, hogy emeljétek fel a kezeteket, mint ahogy ő tette. But I'm assuming from your response that most of us find ourselves lacking wisdom. De ugyan tegnapi alkalom alapján levonom a következtetést, hogy többségünk úgy gondolja, hogy szükségünk van bölcsességre. And I'll go so far as to say if we don't recognize our lack of wisdom, we are barreling down the path of foolishness. És még azt is elmerem, vagy kimerem jelenteni, hogy ha nem ismerjük fel és el, hogy szükségünk van bölcsességre, mert hiány vagyunk, akkor az ostobaság útjára léptünk. Now, we want wisdom from God, right? Istentől szeretnénk a bölcsességet, igaz? So other than recognizing that we lack wisdom, what's the next thing we're supposed to do? And this is from last night. Felismerve, vagy miután felismertük, hogy szükségünk van a bölcsességre, akkor mi a következő lépés? Ugye még mindig a tegnap estéhez kapcsolódva kérdezem. Ask. Ugye kérdezni kell. Right. Kérni kell. Okay. We're asking for wisdom today. Tehát ma bölcsességet fogunk kérni. Now, as Christians, there, as people, there's all kinds of ways that we want to know, we seek after wisdom. Emberként, keresztényként többféle módon is próbálunk bölcsességet szerezni. We may pray until we have peace. Imádkozunk egészen addig, amíg békességünk nem lesz. The problem with that is that we can pray and never have peace and still have to make a decision. Ezzel az a probléma, hogy imádkozhatunk nagyon sokáig, anélkül, hogy békességre lelnénk, de mégis döntést kell hoznunk egy adott helyzetben. Or we can pray and have peace about all the decisions we're thinking of. Hogy imádkozhatunk is, és békességünk lehet bármelyik döntéssel kapcsolatban, vagy mindegyik döntéssel kapcsolatban. Or maybe try this way. Vagy próbáljuk meg így. I hope this works. Remélem, hogy menni fog. Okay. We say, okay, Lord, I want wisdom from you. I've got to know. I need to know. I'm praying. Uram, imádkozom, kérek tőled bölcsességet. Tudnom kell, mennie kell, döntést kell hoznom. Take my Bible. I take my Bible. Kezembe veszem a Bibliát. I open it up. Kinyitom valahol. Close my eyes. Becsukom a szemem. És rábökök egy igeversre. Let me give you kind of a strange, a sort of funny example, okay? Most néhány kicsit vicces példát hozok fel, hogy milyen válaszokat kapunk ilyenkor. You turn right to the Gospels, Matthew 27:5. Máté 27:5, mindjárt. And it says, Judas went out and hanged himself. És azt olvassuk, hogy Júdás eltávozott, ment és felakasztotta magát. You think, okay, that was random. Na jó van, hát ez nagyon véletlenszerű volt. Lord, I know you want to speak to me, you know, using this method here. Uram, tudom, hogy szólni kívánsz hozzám, ezt a módszert használva, hajrá. Close the Bible. Becsukom a Bibliámat. Open it. Kinyitom megint. Rábökök egy igeversre.
Good, I'm still in the Gospels. Yes. Még mindig az evangéliumoknál tartok, nagyszerű. Luke 10:37. Lukács 10:37. Go thou and do likewise. Mindjárt megtalálom. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Good, you got it. Yes. Nagyszerű, megvan a válasz. Okay, I'm sweating now. Jó van, most már kezdek izzadni. Let's give this one 3 times, right? Let's give it a try. 3 az igazi, próbáljuk meg még egyszer, hát ha bejön. How else am I going to get it? This is the word of God. Ez Isten igéje, hát muszáj valamit ebből kihozni. Becsukom a Bibliát, kinyitom újra, rábökök egy igeversre csukott szemmel. Kinyitom Whatever a szemem. Whatever you do, do quickly. És azt olvasom, hogy bármit is teszel, gyorsan tedd azt. Okay, we're gonna, you know, sometimes God is gracious, and sometimes that could work. Maybe you have a testimony of that. I don't want to, you know, put that down at all. Isten kegyelmes, és használhatja ezt a módszert is. Néhányotokkal biztosan már megtörtént, hogy ilyen módon szólt és irányított. But I want us to look into the Word of God and see what is said about wisdom. De szeretném, ha Isten igéjét néznénk meg, és elolvasnánk, hogy ott mit mond a bölcsességről. One writer has said that wisdom is the competence or the ability to deal with the complexities and the realities of life. Egy író úgy definiálta a bölcsességet, hogy az a fajta képesség, amely hát ugye lehetővé teszi, hogy az élet nehézségeivel és valóságával megküzdjünk. Wisdom is more, not less than, but more than moral goodness. A bölcsesség sokkal több, mint egy etikai, morális jóság. Wisdom is more, not less than, knowledge or facts. Sokkal inkább tényekről és ismeretről szól, mint bármi másról. Some decisions just need some facts. Néhány döntéshez egyszerűen tényekre van szükség, azok vizsgálatára. You know, buy a car. Mikor kocsit szeretnénk venni. Especially if you're a guy. Főleg, ha férfiből vagy. Just tell me, you know, how big's the motor, you know, how fast does it go, how's the mileage? Ugye a férfiakat érdekli, hogy milyen nagy a motor, meg mennyi kilométert futott már az autó, meg milyen erős. Some decisions just require ethical principles. Néhány döntéshez egyszerűen csak etikai, morális elvekre van szükség. Should I marry someone who is divorced while I'm still married? To someone else? What? Should I marry someone who's divorced while I'm still married to somebody else? Exactly. Just yeah, say okay. That. Hozzá kéne mennem valakihez, aki éppen váló, vagy aki már elvált, miközben én még valaki mással vagyok házasságban. I mean, there's ethical problems with that, right? Ugye, hát itt vannak morális Among problémák. But there are a vast, vast number of decisions that moral choices or facts will not help us make. De rengeteg olyan döntést kell meghoznunk az életben, ahol egyszerű tények vagy erkölcsi alapelvek nem segítenek bennünket. Who should I marry? Kihez kellene férjhez mennem? Should I marry? Egyetlen férjhez kellene mennem? What profession should I choose? Milyen foglalkozást választok? Where should I go to school? Hova menjek iskolába? How should I educate my children? Hogyan tanítsam a gyermekeimet? What's the right thing to do with my leisure time? Mi a megfelelő módja a szabadidőm eltöltésének? I think that we can agree that wisdom is more than just knowing facts or knowing the rules. Azt hiszem, mindnyájan egyetértünk abban, hogy a bölcsesség több, mint a szabálygyűjtemények ismerete, illetve erkölcsi elvek, meg tények ismerete. So now we've asked for wisdom. Right? Tehát kértünk bölcsességet, igaz? We're all on the same page. Mindnyájan ugyanott tartunk. Okay. Now we want to discern what wisdom from above looks like. Úgyhogy most szeretnénk tudni, hogy hogyan különböztessük meg, milyen is a föntről jövő bölcsesség, hogy tudjuk, mi az. And we want to discern what is meant by wisdom that is earthly. És szeretnénk azt is megérteni, hogy mi a földi bölcsesség. Unspiritual. Ami nem lelki. Demonic. Démoni.
And we're going to do this by looking at our scripture in James from James chapter 3 verses 13 through 18. És mindezt a Jakab levelének harmadik fejezetének tanulmányozása által fogjuk elvégezni. And we'll also be looking at some selected verses from the Proverbs. És a példabeszédek könyvét is elővesszük. Because as Joy pointed out last night, James is, we could actually call James the book of wisdom of the New Testament, I think. Mint ahogy Joy is említette tegnap este, a Jakab levelét hívhatjuk nyugodtan az Új Testamentum példabeszédeinek, bocsánat. James 3:13 through 18, I'll have Krista read it, please. Okay. James chapter 3, verses 13 through 18. Tehát a Jakab levelének harmadik fejezete, a 13-as verstől, fejezet végéig, 18-as versig. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek. Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részlehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. This is God's word. Ez Isten igéje. We want to talk today about the character of wisdom. A bölcsesség jelleméről szeretnénk beszélni. The heart of wisdom. A bölcsesség szívéről, lényegéről. The path of wisdom. És arról az útról, amely a bölcsesség útjáról. And wisdom in a man. És az emberi bölcsességről. The character of wisdom, the heart of wisdom, the path of wisdom, and wisdom in a man. Tehát a bölcsesség jelleméről, bölcsesség szívéről, az útról, amely a bölcsességhez vezet, és az emberi bölcsességről. From James chapter 3 verse 13, let's look at that. Nézzük meg akkor a Jakab 3:13-at. We see wisdom is shown by a good life. Ugye azt olvassuk ott, hogy a bölcsesség az a jó életben, a jól élt életben mutatkozik meg. And the word for good here, I read a few commentaries on that, and it is really the idea of beauty. Elolvastam néhány kommentárt, és itt inkább arra utal, a szépségről beszél, hogy a szép élet. Beauty as opposed to ugliness. Ellentétben a rondasággal, a csúnyasággal. So this kind of good life is more than a life of moral rightness or correctness. Tehát ez a fajta jó vagy helyes élet a sokkal több, mint erkölcsi szabályok betartása. I think my mom understood this really well. Én úgy gondolom, hogy az édesanyám nagyon jól értette ezt. Because when I would misbehave in public. Mert amikor nyilvános helyen rosszul viselkedtem. She always called, when she was upset with me, she always called me my two names that we get, you know, as Americans. És ugye mikor mérges volt rám, akkor mindig mind a két nevemet használta, mind a két keresztnevemet. She'd say Pamela Jean. That is just acting ugly. Ő mindig azt mondta, hogy Pamela Jean, csúnyán viselkedsz. Your behavior was not pretty. Nem viselkedtél szépen. Wisdom is a good life. It's a beautiful life. A bölcsesség az egy jó életben mutatkozik meg, egy szép életben. It's a life of meekness. Szelídség. We could say it's humility. Szelídséggel telt élet, azaz alázatos, azt is mondhatjuk. Just being who we are with no pretense. Hogy azok úgy éljünk, akik vagyunk, ne legyen képmutatás. Let's go on with wisdom, the positive qualities. Go to verse 17 now. Nézzük meg a 17. igeverset most. How does it look? Hogy is néz ki a bölcsesség? Some of the characters? Néhány jellemvonását nézzük meg. It's peaceable. Békeszerető.
gentle. Méltányos vagy gyengéd. Easy to be entreated. Engedékeny. Full of mercy. Irgalommal teljes. Good fruits. Meg jó gyümölcsökkel is. Without partiality. Nem részrehajló. Without hypocrisy. És nem képmutató. And so what is not wisdom from above? Hogy milyen az a bölcsesség, amely nem fölülről való. Let's look above in the text. Térjünk vissza egy korábbi igevershez. Any wisdom that is displayed or shown in a person who has, bármilyen bölcsesség, amely egy olyan emberben mutatkozik meg, aki bitter envy, akiben keserűség van, meg irítség, strife in the heart, viszálykodó szíve van. Every evil work that is not from above. Minden gonosz tett megmutatkozik az életében, amely nem fölülről való. A person that displays wisdom, who has these things going on in their life, this is not wisdom from above. Ez nem felülről való bölcsesség. Az az ember, akinek az életében ilyen gyümölcsök vannak és ilyen megnyilatkozások, az nem felülről jövő bölcsességgel éli életét. Verse 18. 18-as igevers. The fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Wise people are peacemakers. A bölcs emberek béketeremtőek. They discern relationships and how they work. Tudják, hogy a kapcsolatok hogyan működnek. They're able to come into a situation and bring peace. Képesek arra, hogy egy adott szituációba belépve békességet teremtsenek. Now that requires knowing some facts. Ehhez szükség van bizonyos tények ismeretére. But it's then taking those facts and looking at the people and the relationships are there and being able to bring peace into that situation. De aztán a tények ismeretén kívül szükséges az is, hogy az adott ember a helyzetben szereplő embereket is ismerje, az ő kapcsolataikat, ahogy azok működnek, és képes legyen békét hozni abban a nehéz helyzetben. I've got a great illustration for that, and if you want to hear it, I'll tell you later. Nagyszerű példát tudok erre hozni, ha kíváncsiak vagytok rá, később elmondom. Ephesians chapter 4, verse 3. Az Efézusi levél 4. fejezetében gives us an exhortation. Egy bátorítást találhatunk. It says we should endeavor to keep the unity of the spirit in the bond of peace. Tehát Efézus 4, a 3-as igevers így szól: igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. This is a gift from God. Ez Istentől való ajándék. Who works through humility, which is wisdom. Aki you're reading a verse or you're just saying? No, I'm saying. Oh, okay. Who works through humility. Aki az alázatosságon keresztül munkálkodik. Which we did read in our text. Ugye erről olvastunk a szövegben. What's the opposite of humility? Mi az alázatosság ellentétje? I'm sure you said pride. Biztos vagyok benne, hogy sokan kiáltottátok, hogy büszkeség. Pride destroys humility. A büszkeség szétszaggatja az alázatosságot. James chapter 4 verse 6. Jakab 4:7. He resists the proud, but gives grace to the humble. 4:7. I'm wrong. Okay. A magyarban a 6-os. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Pride destroys humility. A büszkeség szétrombolja az alázatosságot. Pride destroys true wisdom. És az igazi bölcsességet is. Spiritual wisdom is making the right application of knowledge. A lelki bölcsesség az nem más, mint a megfelelő ismeret helyes alkalmazása.
Now we have a knowledge that God loves us, right? Tudjuk a tényt, hogy Isten szeret bennünket. I hope you have that knowledge. Remélem, hogy mindnyájan tisztában vagytok ezzel. But some, we can misapply that knowledge and not use wisdom. De ezt a tényt alkalmazhatjuk rosszul, nem bölcsen. Well, we might say, if God loves me, then why did all this bad stuff happen to me? Például feltehetjük azt a kérdést, hogyha Isten szeret engem, akkor miért történik ez a sok rossz az életemben? If God loves me, then he'll give me what I want. Ha Isten szeret engem, akkor megadja nekem azt, amit én akarok. That's a misapplication of the wisdom that God loves us. Ez helytelen használata annak a bölcseletnek, vagy annak a tudásnak, ismeretnek, hogy Isten szeret bennünket. If God loves me, he'll never leave me or forsake me. Ha Isten szeret engem, akkor soha nem fog elhagyni, sem cserben hagyni. He demonstrated his love toward me by dying. Az irántam való szeretetét megmutatta azzal, hogy meghalt értem. He did that when I was still a sinner, when I didn't even know him. És akkor tette értem ezt, amikor én még bűnös voltam, nem is ismertem őt. Understanding, which is wisdom. Megértés, valaminek a megértése, ami bölcsesség. The love of God. Meg kell értenünk Isten szeretetét. Not just as a fact. Nem csak tényként kell ismernünk, vagy tudnunk, hogy ő szeret minket. But with the right wisdom applied to it. Hanem a megfelelő módon kell alkalmaznunk, hogy bölcsek lehessünk. Okay. The heart of wisdom. We've talked about the character of wisdom now. Ugye szóltájtettünk a bölcsesség jelleméről, most vegyük szemügyre a bölcsesség szívét. The heart of wisdom. A word about the heart as it's used in scripture. Ahogy az igében látjuk, a szívet leírva. We often tend to think of the heart as the seat of emotions, right? Mi általában úgy gondolunk a szívre, mint az érzelmek központjára. And our head is kind of the place of knowledge, of information. A fejünk pedig az információk, meg a tudástárháza. But what does the Bible say about the heart? De mit mond a Biblia a szívről? In a really great wisdom chapter, Proverbs chapter 4. A példabeszédek negyedik fejezetében. I recommend you read and meditate on that as you're seeking to understand wisdom. Amely nagyszerű leírást ad a bölcsességről, bátorítalak is benneteket arra, hogy a saját időtökben olvassátok, tanulmányozzátok ezt a fejezetet, amint a bölcsességet keresitek. But let's look at verse 5 in that one. Tehát a példabeszédek könyvének negyedik fejezetében nézzük meg az ötös ige verset. And verse 6. Meg a hatosat is. Go for it. Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük. Ne hagyd el, és megőrizlek téged. Szeresd, és megoltalmazlak téged. Okay, verse 20. 20-as ige vers. Fiam, figyelj szavaimra, hagyd füledet mondásaimra. And 21 through 23 then. 21, 22, 23. Ne tévedj szem elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Look especially at verse 23. A 23. igeverset nézzük meg közelebbről. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. So the heart is a spring. Tehát a szív egy forrás. Not a spring of emotion. Nem az érzelmek forrása. But of life. Hanem az élet forrása. That's everything we are. Az minden, ami mi magunk vagyunk. Body, our physical body. A testünk. Our emotional person. Az érzelmi lényünk. Our spirit. A lelkünk. Everything in life with which we have to do. Minden az életben, amivel meg kell birkóznunk. The heart is the place where we believe we must have something in order to be joyful or to receive life. A
A szívünk az a hely, ahol tudjuk, hogy valamire szükségünk van azért, hogy örömünk, hogy életünk lehessen. It's what we think we have to be fulfilled or content or satisfied. Ugye a szívünkben gondoljuk ki azt, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy elégedettek legyünk, békességünk legyen, örömünk. It's what we hope for the most. Minden reményünk ott van. It's like I would say, if I had this thing, I would have worth, I would have significance, I'd be happy, I'd be content. Mintha azt mondanánk, hogy ha ez a dolog meg lenne az életemben, akkor elégedett lennék, akkor jelentősége lenne az életemnek, akkor lenne valami értékem. Really, this thing, it's really not about belief or faith. És boldog lennék. Ez nem hitről szól most. This is about what we look for fulfillment in our lives. Hanem arról, hogy mi az a valami, amit keresünk, amire tekintünk, annak érdekében, hogy az életünk kerek legyen, hogy teljes. This is the main love of our lives. Az életünk fő szeretete, vágya. It's the hope we hold on to. A remény, amelybe kapaszkodunk. It's not just about having faith in God or believing in Him. Nem csak arról van szó, hogy hiszünk Istenben. It's not just about trusting Jesus as your savior. Nem csak arról szól, hogy Jézust megváltóként elfogadjuk. It's about what is the most important thing in your life. Hanem arról szól, hogy mi az életedben a legfontosabb dolog. What's that thing that you believe, if I just had that, I would be happy. And if I don't, I'll never be happy. Mi az az egy dolog az életedben, amiről úgy gondolod, hogy annak megléte és birtoklása boldoggá tesz, de ha nem lesz meg, vagy nincs meg, akkor soha nem lehetsz boldog. And if I have it and lose it, és hogyha megvan az a dolog, de elveszítem, I'm destroyed. Akkor tönkrementem. Whatever that is for you, akármi is ez a dolog az életedben, whatever your heart decides is your ultimate love. Bármiről is, bármit is tart a szíved a végső szeretet céljának. That's how you make choices in life. Ezen fog alapulni minden döntés, amelyet az életedben meghozol. That's why verse 23 says, out of the heart come all the issues of life. Ezért mondja a 23-as igevers, hogy a szívből indul ki az élet. Jesus said, Jézus azt mondta, in Matthew 12:34, Máté 33-ban, out of the abundance of the heart the mouth speaks. A szív teljességéből szól a száj. A good man out of the good treasure of the heart brings good things. A jó ember a szívéből jó dolgokat teremt. Now, what could be some of the loves of our life, the thing that we think, this is going to do it, this is going to make me happy and fulfilled? Mik lehetnek az életünkben azok a dolgok, amelyekről úgy gondoljuk, hogy teljessé teszi az életünket és boldogságot hoz? I challenge you to make a list. Készítsetek egy listát. Here's just a couple I thought of. Néhány dolog, ami az eszembe jutott. Having money. Pénz. Being married. Házasság. Having children. Gyermekek. Having the right job. A megfelelő munka megléte. Having good leisure time. Jó kis szabadidő. Being secure. Biztonság. Now, none of these things are wrong in themselves. Ezek a dolgok önmagukban nem rosszak, egyikük sem. They're only wrong if they are the main way that you make choices in your life. Csak akkor válnak rossz dologgá, helytelenné az életben, ha ezek azok, amelyekre alapozva döntéseket hozol. For example, money. Vegyük a pénzt alapul, vagy példaként. I'm sure that's not the main thing in anybody's life here. Biztos vagyok benne, hogy egyik őtök életében sem ez a motiváció forrása. But sometimes it's easier for us to get the point if it's not about us.
De néha könnyebben megértjük a lényeget, ha mi magunk nem vagyunk érintettek a témában. So that person who the main thing to them is to get money, to gain riches. Tehát azok az emberek, akiknek az életének fő célja a gazdagság, a pénz elérése vagy megszerzése, will make all their decisions having to do with life according to that main thing, that goal. Mindegyik döntésüket az életben annak a szemléletével hozzák meg, hogy megszerezzék azt a pénzt, hogy elérjék azt a célt. I mean, they may end up in a job they hate because it paid 3 times more than the job they could have had that they would have liked. Lehet, hogy olyan munka mellett döntenek, amit szívükből utálnak, de 3-szor annyi pénzt keresnek vele, mint azzal a munkával, ami az övék lehetett volna, és szerették is volna csinálni. Or maybe the most important thing is a family. De lehet, hogy a legfontosabb dolog az életetekben a család. Then every decision that you make is going to be based on family and getting that family and how to do it. És minden egyes döntés abból a vágyból születik, hogy megszerezd azt a családot, hogy megalapítsd és a tiéd legyen. If it's our children. Ha a gyermekek jelentik a számunkra a boldogsághoz vezető utat, we'll either be too permissive. Akkor valószínűleg vagy nagyon engedékenyek leszünk. Because we'll be afraid they won't like us. After all, they're the center of our lives. Mert attól félünk, hogy nem fognak minket eléggé szeretni, és amikor ők az életünk középpontja, akkor ez egy elég erős félelem. Or we'll be too controlling. Vagy pedig túlságosan kordában akarjuk őket tartani. After all, they're our children, and we want them to be, you know, perfect. Hiszen a gyermekeink is tökéletesnek kell lenniük. Like I said, it's not that these things are unimportant at all. Ahogy már említettem korábban, ezek a dolgok nem arról van szó, hogy nem lennének fontosak. It's not that they're insignificant or even morally wrong. Vagy jelentéktelenek lennének, vagy akár erkölcsileg helytelenek. It's just that they need to be subservient to the main thing. Arról van szó, hogy mindezeknek a dolgoknak alá kell rendelődniük a fő dolognak. And what's the main thing? És mi a fő dolog? That God loves us. Az, hogy Isten szeret bennünket. If I know that I know that God loves me, ha tudom, hogy Isten szeret engem, then every decision I make in life will come through that filter. Akkor minden egyes döntés, amelyet meghozok, ezen a szűrőn keresztül születik. If any of these other things, even though they're good, ha bármi más dolog a felsoroltak közül, akkor is, ha ugye ezek önmagukban jó dolgok, is the main thing of my life, my main love of my life, ha ezek a dolgok, akármelyike is az életem főszerelme, my life will be confusing and chaotic. Akkor az életem kicsit nagyon káoszszerű lesz. Decisions will be hard to make. A döntések nagyon nehézzé válnak. It's really not even that you must love God. Még csak nem is arról van itt szó, hogy neked Isten szeretned kell. You know what? That's just another rule. Ez csak egy újabb szabály. You must love God. Isten szeretned kell, pont. Pull yourself up. Get it together. Szedd már össze magad. Get over yourself. Térj észhez. Love God. Szeresd Istent. Remember the order of Scripture. Sorry. Remember the order of Scripture. Emlékezzünk, ahogy mit olvastunk az igében. 1 John 4:10. 1 János 4:10. This is love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his son to be a covering for our sins. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Wisdom is a love affair. Love affair? A bölcsesség az egy szerelmi történet. Kapcsolat. It's recognize how dearly we love and putting that at the center of all the choices that we make in our lives. Felismerése annak a ténynek, hogy Isten mennyire szeret bennünket,
és hogy ezt az ismeretet a döntéseink, vagy az életünk középpontjába helyezve, minden döntést ezen alapulva hozunk meg. Paul did this. Pál így cselekedett. In 2 Corinthians 4:9. 2 Korintus 4:9. He said, I'm persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. We're hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. It's from 8 and 9, sorry. Mindenütt szorongat, tehát 8-as, 9-es versek. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedtünk, de nem estünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak. Letipornak, de el nem veszünk. How could Paul go through all that stuff and he lists it in other places and not be in complete despair? Hogyan lehetséges az, hogy Pál mindezeket megélte, átment ezeken a nehézségeken, amit itt és még más helyeken is leírt, és mégsem esett kétségbe, mégsem veszített el a reményt? Because those things were not the main thing in his life. Safety was not a high priority with Paul. Azért, mert a felsorolt dolgok nem álltak élete középpontjában, saját biztonságával nem törődött. Was the love of God. Isten szeretete volt fontos számára. He's promised to never leave us or forsake us. Ő megígérte, hogy soha nem hagy el bennünket, és soha nem hagy cserben minket. He's given us a hope. Reményt adott nekünk. An expected end. An expected end or outcome or... Tudhatjuk, hogy mi lesz a vég. Ezt is megígérte, hogy hogyan végződik a dolog. Oh God, help us to see your unbelievable love for us. Istenünk, segíts bennünket, hogy megérthessük a te hihetetlenül csodálatos szeretetedet felénk. I perish for my own self-centeredness. Meghalok az én központuságomnak. I long to be you centered. Szeretném, ha te lennél. Minden vágyam az, hogy te legyél életem középpontja. Moving along. Mozduljunk tovább. Wisdom in the heart. Now, wisdom is a path. Most nézzük meg a bölcsesség útját. Proverbs chapter 4, verse 11. Térjünk vissza a példabeszédek könyvébe, a 4-es fejezethez ismét, és a 11-es igevers. I've taught you in the way of wisdom. I've led you in the right path. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. Life is a pathway. Az élet egy út. One scholar has said that this pathway of life and wisdom is mentioned over 700 times in scripture. Vagy ösvény. Az egyik biblia tudós azt írta, hogy ez a fajta ösvény több mint 700-szor kerül említésre a Bibliában. Proverbs 3:6. Példabeszédek 3:6. In all your ways acknowledge him, and he shall direct our paths. 5-ös nálunk. Bízzál az Úrban teljes szívből, 6-os, minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Tehát 6-os igevers. Sorry. 3:17. 3:17. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. Psalm 27:11. Zsoltárok könyve 27:11. Teach me your way, O Lord, and lead me in a plain path. Mm-hmm. 27:11. Eltévedtem egy kicsit, 27-es igevers, mármint 27-es Zsoltár. 11-es igevers. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen. Since there's so many scriptures on path, nagyon sok igevers szól az ösvényről, az útról. I'll leave you to find more. Úgyhogy hajrá, keresgessetek még többet. Forgassátok a Bibliát. But do we get the idea? De értjük, miről van itt szó.
Wisdom isn't door 1, 2, and 3. A bölcsesség nem arról van, nem arról szól, hogy az első, második vagy a harmadik ajtó mögötti dolgot választom. Which one should I pick? Na, melyiket is választom? Which one's got the right decision? Melyik a helyes döntés? But it's not that. Nem erről van szó. Wisdom is a path. A bölcsesség az egy ösvény. Psalm 119:105 says, "Your word is a light unto my feet, is a lamp unto my feet and a light unto my path." A 119-es Zsoltárban olvassuk azt. Which verse? 105. A 105-ös igevers, ha minden stimmel. Lábom előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. A lamp, according to the translation of that, is like a candle, like a sort of small light. Tehát itt ugye mécsesről ír az ige. And this word for light is like illumination, like brightness. Ugye Isten igéjéről van itt szó, és ugye ez azt jelenti, hogy ez egyfajta, tehát megvilágítja, világosságot hoz az embernek. Picture this. Képzeljétek magatok elé a következőt. We're on the path of wisdom. A bölcsesség útján járunk, ösvényén. Step by step by step. Lépésről lépésre haladunk. We take the next step according to the lamplight that we get. A mécses segítségével megtesszük a következő lépést. But we're going in a certain direction, an illuminated light toward him. És felé tartunk ezen az ösvényen, biztos ez az ösvény, amit a mécses megvilágít. But there's no quick way to get everything. De nincs azonnali gyors módszer arra, hogy mindent megkapjunk. Maybe sometimes we run on the path. Lehet, hogy néha rohanunk ezen az ösvényen. Although I find when I hurry too much, I fall. De az a tapasztalatom, hogy ha nagyon előre sietek, akkor nagyot esek. Usually it's like one of my favorite mentors, Elizabeth Elliot said. Az egyik legkedvesebb mentorom, Elizabeth Elliot mondta a következőket. To take up the cross of Christ is no great action done once for all. It consists in the continual practice of small duties that are tasteful to us. Krisztus keresztjének felvétele az nem egy olyan nagyszerű cselekedet, amelyet egyszer megteszünk, és az örökre szól, hanem ez egy állandó gyakorlása az apró kötelességeknek, amelyeket annyira nem szeretünk. If you want that, got it right here for later. Ha szeretnétek leírni, akkor gyertek, később elmondjuk még egyszer. How do we walk this path? Hogyan járunk ezen az ösvényen? I'm going to give you 4 things. 4 pontot. We walk the path by knowing God. Mondok nektek, Isten ismerete által járunk ezen az ösvényen. By being in continual relationship with him. Azáltal, hogy állandó közösségben élünk vele. It's a daily choosing. Nap mint nap mellette döntünk. It's those daily choices that we make. A mindennapi döntésekben. Those daily choices that are based on what is the main thing in our life. Azokban a mindennapi döntésekben, amely megmutatja, hogy az életünk középpontjában mi áll. We want to find every day ways to renew the covenant love of God in our hearts. Minden nap szeretnénk olyan utakra lelni, olyan ösvényekre lépni, amely Isten szeretetét megújítja bennünk. Prayer. Ima. Worship. Imádat, Isten imádata. Daily meditation. Napi meditáció az igéjében. Just getting more of the word of God. Hogy Isten igéjéből minél többet felszívjunk magunkba. But please, ladies, these are not techniques. De hagyj hívjam fel a figyelmeteket arra, hölgyeim, hogy ezek nem módszerek. They're just the things we do on the way to know him.
Ezek hozzásegítenek minket abban, hogy az ösvényen járva jobban megismerjük őt. Whatever that is for you. Bármi is számodra. James says, draw near to God and he will draw near to you. Mindez, Jakab azt ígéri, hogy közeledj Istenhez, és akkor ő is közeledni fog hozzád. Knowing God. Tehát Isten ismerete. Know yourself. Önmagad ismerete. Proverbs 3, 5 and 7. Példabeszédek 3, 5 és 7. Lean not on your own understanding. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Wise people, and so on. You can read that scripture, yeah. It's not the same, but... Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Ne tarts bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Wise people have an inner calm, a firm grip on who they are. A bölcs embereknek van egy belső békességük, mert tudják pontosan, hogy ők kik, tehát ismerik önmagukat. A wise person knows how foolish they are. A bölcs ember tudja, hogy milyen butácska, milyen ostoba. How little they know. Milyen keveset tud. I loved Joy's illustration last night when she said, just learning Hungarian or knowing and being here and understanding more and more. Nagyon tetszett, amit tegnap este mondott a Joy arról, az időszakról, amikor ugye ide érkezett és próbálta megtanulni a magyar nyelvet, ismerkedni a kultúrával. And the paradox is és következő a paradoxon, that the more we know, the more we know that we don't know. Hogy minél többet tudunk, annál inkább rádöbbenünk arra, hogy milyen keveset is tudunk. If we're wise, ha bölcsek vagyunk, we'll conform ourselves to reality. Akkor a valósághoz igazítjuk önmagunkat. We won't try to conform reality to us. Nem a valóságot próbáljuk magunkhoz igazítani, hogy kényelmes viselet legyen. That's being delusional. Ezt not living in reality, being. Hogy is nevezzük azt, mikor nem a valóságban élünk? Jó, tehát illúzióban élünk. Okay. Ha megpróbáljuk a valóságot magunkra igazítani, szabni. But let me give you a really, I'll call it a warning. Hogy adjak egy figyelmeztetést mindnyájunk számára? Unless we know how much God loves us. Ha csak nem tudjuk, hogy Isten mennyire szeret bennünket, we will not be able to evaluate ourselves in a true light. Soha nem leszünk képesek önmagunkat igazán felmérni, helyesen látni. It'll be too brutal for us. Túlságosan brutális lenne számunkra. Nagyon kemény. Too devastating. Nagyon fájdalmas élmény. We need to be secure in his love. Tudnunk kell és biztosaknak kell lennünk az ő szeretetében. To make ourselves vulnerable enough. Sebezhetővé kell tennünk magunkat. For that self-evaluation. Hogy valódi fény igen, a tőle jövő fényben meglássuk, hogy milyenek is vagyunk mi, kik vagyunk. He already knows. Ő tudja. He's going to show us. És nekünk is megmutatja, ha hajlandóak vagyunk. Knowing God, knowing ourselves, knowing friends. Isten ismerete, önmagunk ismerete és barátok. We were meant to live together in community. Közösségben, tehát arra teremtettünk, hogy közösségben éljünk. In Proverbs 15:22. Példabeszédek 15:22-ben. In a multitude of counselors there is wisdom. Következőt olvassuk. Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó. We surround ourselves with mentors, with those of like faith. Emberekkel, ugye mentorokkal vesszük körül magunkat, akik hasonlóan gondolkodnak, mint mi. And number four. A negyedik dolog pedig. Knowing God's laws or ways or practices. Isten rendelkezéseinek, törvényeinek ismerete. We're to master the scriptures.
nekünk az ige mestereivé kell válnunk, úgymond, jól meg kell ismernünk. The more we know what the word of God says. Minél inkább tudjuk, mit mond Isten igéje. The more we're able to make wise decisions. Annál inkább alkalmassá válunk arra, hogy bölcs döntéseket hozzunk az életben. But above all of this. De mindezek felett. What's the love of your life? A kérdés még mindig csak az marad, hogy mi vagy ki életed szerelme. And one more is what I've got time for at this time is we need to know trouble. Tudnunk kell a bajról is. That's not a very happy one. Hát ez annyira nem boldogság forrás, de tudnunk kell. In spite of Paul and Peter and James telling us that this is really good. In spite of Paul, Peter and James telling us this is really good. Annak ellenére, hogy Péter, Pál meg Jakab azt állítja a bajról, hogy az jó dolog. But to our text for this weekend. James 1:3. Jakab 1:3-ban ezt olvassuk. Knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az negyedik vers, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. This perfect work, what is it? Mi ez a tökéletes munka? It's wisdom. Bölcsesség. Read on down. Read on down. Olvassunk tovább. What's the perfect work that we lack that he wants to do that he promises to do? Mi az a tökéletes munka, aminek végbe kell mennie, amit Isten szeretne elvégezni bennünk? My last point. Az utolsó dolog, amiről szeretnék most beszélni. Which we won't cover today. Nem fogjuk teljesen megvitatni ma. Is wisdom the man? Az emberben lévő bölcsesség. Where does wisdom come from? Honnan jön a bölcsesség? Please write this, these verses down. Írjátok le a következő igeverseket, a helyeket. Proverbs chapter 30. 30, a példabeszédek 30. Verses 1-5. Az első öt igevers, 1-től 5-ig. And we'll get to that sometime. Itt folytatjuk. Or maybe should I give you another clue? Vagy adjak csak egy kicsit abból ízelítőt, hogy mi is jön. Okay. John chapter 3. János 3. Verses 1-17. Első 1-től 17-ig. Tehát János 3, 1-től 17-ig. When Jesus died on the cross. Amikor Jézus meghalt a kereszten. He demonstrated his love toward us. Akkor megmutatta az irántunk való szeretetét. He became for us everything that we would go through. Mindenné vált, értünk, mindent elviselt, amit amin nekünk keresztül kell menni. Wisdom's a gift. A bölcsesség az ajándék. It's his gift to us. Isten ajándék a számunkra. Father. Atyánk. These are the deep things of you, Lord. Ezek a dolgok, amelyekről beszéltünk, tőled való mély dolgok. Give us not just knowledge of the fact, the things we've written on paper. Ne csak tudást, meg ismeretet adj nekünk, meg tényeket, amelyeket leírunk a papírra. Give us understanding. Hanem segíts, hogy megértsük igazán, hogy mi is az, amiről ez szól. Give us, please, Lord, revelation of you. Kérünk, hogy nyilatkoztasd ki, mutasd meg önmagadat nekünk. May each one of us know how dearly you love us. Hadd értsük meg mindnyájan, hogy mennyire mélyen szeretsz bennünket. Amen. Amen.
Oh, thank you so much, Pam. Köszönjük szépen. So good. So, I want you to think about something. Szeretném, hogyha valamin gondolkodnátok. As Pam was talking and as we were listening about wisdom. Ahogyan ugye a Pam a bölcsességről beszélt nekünk. I want you to think about what your thought, what your idea of wisdom was or is. Gondolkodj el azon, hogy eddig mit gondoltál a bölcsességről, tehát hogyan képzelted azt el, hogy mi is ez tulajdonképpen. And now just a little bit as we've kind of looked at the scripture and Pam's talked with us a little, what has changed? És hogy miután most hallottad, amiket Pam mondott, és kicsit elkezdtük az ige alapján megvizsgálni a témát, változott-e valami a véleményedben? Just think about it. Szóval ezen